Elsőként a szerelem témaköréhez kapcsolódó két bónus művet hallhatnak. Johannes Brahms, német romantikus zeneszerző, de Falkert, azaz a Sólyom című művét, Zitit Kapfer versére, majd a norvég késő romantikus Edvard Grieg, Lévist Rudolf Schön című modettája következik, melynek szövegét a szerző a szerelmi költészet egyedülálló forrásából, a bibliai énekek énekel válogatott verséből merítette. Szólót énekel Bodrog Zoltán és Rómeis Gábor.
két imádság következik. Gabriel Fauré Cantique de Jarassin műve, az isteni megváltó kegyelméért esdek el. Orbán György Cormundum című motettájában pedig az Ószövetség Dávid király őszinte bűnbánó szavai jönnek elénk az 51. Zsoltár versei alapján. Ezek után a 125 éve született és 40 éve elhunyt Kodály Zoltán híres vegyes kalauz Öregek következik. Ezt a szerző Vörös Sándor 10 éves korában írt versenyt által. Következik tehát a Fauré műve, melyben zongorán közre működik Varga Csilla zongora művész.
visszakanyarodunk újra a szerelem témaköréhez, és egyben két kortárs magyar zeneszerző kompozícióhoz. Következzék Pászti Miklós Csángó magyar szerelmi dalok című népdal közére, majd Daróczi Pántos Tamás Üszkudará című műve, azaz Vidám Borona egy török népdal alapján, hogy a szépséges Zulejka kegyeiért küzdött, átmegy is az kérdő, illetve a szamár izgalmas küzdelmét mesélje. E művet közelmű pedig Dorogat, Berepér Botond, Nigó Szabolcs, Simon Ákos, Fodor Pál,
Oh,